Gyerünk, lovasharc! Yeah! Gyere, segíts, íjász segítségkel! Jaj, mellé lőttem, három jó. Vigyázz, ott a mellettel! Hello! Juhu! Juhu, hello! Na, hello srácok, ez itt a Minecraft 14. része. Wow! Milyen sok része van ma, nem Krisztián? Én fog halni, nincs kajám! Hol van kaja? Kaját kérek, most azonnal! Igen, itt van kuket pork chop. Jó, hát is, nem. Hey. Kizár a házba, ez megőrült. Azt a büdös kutya. Ez mit csinálsz, zőrőd? Ez kéz akar zárni a házból, azt akarod, hogy elházza? Mi? Hello, hol vagy? Megidézett, uram? Szóval, srácok, az előző részben ugye felépítettük ezt a karámot, legalábbis én, és a Krisztián megépített ilyen Benja tornyokat, amit nem tudom, hogy miért, de jól esett neki, úgyhogy örüljünk. Srácok, az előző valamelyik részben lecraftoltam én itten ezt a dolgot, ezt. De jók azok a tornyok. Az enchanting table-t. Na, szóval ezt az enchanting table-t most találunk neki egy helyet, és el fogjuk helyezni. Az obsidiannal még nem foglalkozunk, és könyveket kell csinálni. Szerinted mikor áll az eső? Szerintem most. Igen, szerintem most áll az eső. Hát szerintem még egy darabig azért esni fog. Igen, nem bízol a képességeimben. Na. Milyen képességeidben? Könyvet, Krisztián. Mennyi ledört tudsz összeszedni körülbelül 10 perc alatt? 10 perc alatt? Hol vagy? Itt hol vagyok. Mennyi ledört tudok összeszedni 10 perc alatt? Ezt kérdezted, hogy mennyi ledört tudok összeszedni 10 perc alatt? Aha. Igen. Aha. Miért nem egy le? Hát nem igaz, nem bírtam elindulni, hát ez hihetetlen. Még a Krisztián szed nekünk ledört, addig én találok helyet a Enchant Table-nek. Ide gondoltam amúgy, hogy ide itt kéne egy ló megadom, jó? Az is ad ledört, ugye? Nem! A lovat nem ölünk! De az is ad bőrt! Az őrületessé teszt minket, Krisztián, ha lovat ölsz. Hát ahogy bőrt a ló. Na, most már lehet enni húst, mert már nincs húsvét egy ideje, úgyhogy sütök halat. Most itt eszembe. Ide, itt vagyok a csapdánál, megnézem, hogy van-e benne valami. Jó. Hát ezt nem hiszem, hogy nincs. De cukornád is kell, oh my god, akkor ideje cukornát farmat is elkezdeni. Ezeket, ezt elragom, és ezeket meg sem izének. Ez szerintem ilyenkor el vannak bújva a tehenek a főd alá, vagy nem tudom, mikor esik az eső, nem? Ebből 9 könyvet tudunk csinálni. Ebből csináltam eddig 4-et, és van még egy. Abból tudunk 0. Ilyen szarság. Nem véletlenül. Egy könyves polcot tudtam csinálni, és kell, vagy nem tudom mennyi kell, de nagyon sok. Úgyhogy ez el fog tartani egy ideig, de mindegy, majd megcsináljuk. Nem olyan nagyon fontos, csak hogy kezdjük el, az a lényeg. Hát ez az út, ez valami borzasztóan undormány. Eldobáltam az összes cuccomat és visszaszedtem, mikor elindultam előre. Haha, te béna vagy. Na, addig már valamennyire talán elfogadható. Tudod ki a béna? Aha, te. Nem. Te. Igen. Én vagyok a béna. Mhm. Azt igen. A kutyafáját, hát én akkor egy béna macs, egy ilyen bénát még nem hordott hátán a föld. Jó, besóltam neki. Na, meglesjük Jonathant, hogy hogy áll. Hello, Johnny. De jó kis helyetek van itt. Milyen jó kis helyet építettem nektek. Igaz, Jonathan? Juhu! Na, szóval. Meg nem jössz ki, köcsög bárány, hát mit képzeltem magadról? Igen, és hogy áll a Jonathannak a sebe, amit belelőttem, az nyilván hát, szó. Hát, még
Még gyógyulgat. Igen, hát a béna. Én igen, akkor már igen gyógyultam volna. Te. Igen. A Jonathannak szuper gyógyulási képességei vannak. És te nála gyorsabban meggyógyultál volna. Igen. Hát, azt kétlem. Hát, rosszul kétlem, barátom. Rosszul kétlem. Persze, hülye bárány, az van 500. Krisztián, szerinted jó lenne az, hogyha itt lenne az enchanting table, ahol a régi házunk volt? Hát, szerintem elég jó lenne, mert aznak jó olyan köves, barlangos téma az enchanting table-nek, nem? Aha. Na szóval. Bár sokat kell lemászni a házból, de hát most úgyse kell megállás nélkül enchantolgatni. Hát igen. Na hát akkor meg... Én is se szondom. Na, hát eddig egy tehenet találtam. Mert nincs tehén, elbújnak előlem direkt. Szerintem már te megint itt izélsz. Az tuti biztos. Hogy csalsz valamit. Biztos. Despaunoltattad a teheneket. Despaunoltattad? Igen, despaunoltattad. Te kis tehén despaunoltató. Miért nincs nálam fákja? Itt van a fehér ló. Annak mit kell adni, hogy jó legyen? A lónak. Ha? Fehér ló! Ne szórakoztass már! Amit még már mondtam az egyik részben. Azt nekem kell. Tudod. A fehér ló kalandjai. Na, viszek le fákját. Az kell nékem, fákja. Csinálok egy életre elegendő fákját, és akkor... Az úgy jó lesz. Itt van tök! Tök. De tök az nem jó semmi. Az semmire nem jó. Ez az tök! Semmire nem jó! Hát nem találok tehenet. Úgyhogy szerintem lehetséges, hogy nem sokára elmegyek vissza. Mi az őrület kergeti ezeket az embereket? És leesek négy szóta. Béna. Béna, Béla, nem tudod felrobbantani csicsikat. Na, szerintem itt legyen egy kis... Hát még nem kell. Jó, jaj, ez így... nem ingyen este van, hello, bello. Én is ezt mondtam. Na, itt legyen az első ez, és szerintem itt lesz a... az enchant table, vagy legyen lejjebb egyel? Hát, lehet. Ahogy gondolod, te vagy a nagy építkező master, nem? Véletlenül. Hát persze, hogy én vagyok, igen. Pontossággal mondhatom. És milyen blokkból legyen az enchant szoba? Ne! Nem tudom. Ezt már nem mondott komolyan, hogy szétütöm, akkor vége van. Valami jó kinézős király. Visszakaptam, csak a fát nem kapom vissza. Jó, akkor mindegy. Ja, de jó lenne, nem kéne állandóan fölmászkálnom, úgyhogy lehet, hogy inkább lehozok mindent ide le. Gyorsan égetek ki követ. Endermany. Aha. Na, milyen blokkból legyen, Chris, mondja? Azt hittem tehén, azt mentem. Jaj, ne, és itt teleportálga. Mögöttem. De miért vagy te kinn a semmi közepén, az éjszaka közepén? Mert küldtél bört vadászni, azért. De nem éjszaka küldtelek-e bört vadászni, te őrül. Ez az, de hát most már besötétedett. Hát te hülye vagy, komolyan. Mit képzelsz magadra, a zombie? Na. Megad. Megöltem a zombiét, ügyes vagyok. Haj, nagyon. Ja, van pajzsom, mondom. De megijedtem, hogy nincs pajzsom, azt közben meg van. Hol vagy? Te őrületes. Még messze vagyok. Mindjárt visszaérek, nyugi. És Krisztián, azt elmondod, hogy miért van kivilágítva a csapdát, hogy semmilyen áll, vagy nem ehessen bele? Semmilyen az, szörny. Az állatoknak van a csapdám kitéve, nem szörnyeknek. Szerinted ki akar szörnyet? Fogjul ejteni. Hát nem tudom, mondjuk minden Minecraft játékos. Igen. Aha. De béna, én annál sokkal ügyesebb vagyok, és én állatokat akarok csapdául ejteni. Jó, csináld. Csinálom is. Csak valamilyen nem akarnak jönni, valamit rosszul csinálok. Hát, azt gondoltam. Igen, azt, hogy állatokat akarsz csapdába ejteni, azt rosszul csinálod. Azt nem csinálom rosszul, csak azt, hogy valami nem akarnak jönni. Azt a rohadt, de megijedtem. Ne ijeszgess már, te őrült. Hát ez megőrült komolyan. Ez őrült meg, hogy itt jön az, mint valami Herobrine, itt rám akar törni. Végre ellát az esőm, Máté. Tök jó, nem?
Mit csinálsz meg, azt a barom? Ez az őrült, meg megtámad a Krisztián, zombivá változott! Ne! Ja, itt vagy. Akkor nem is te voltál a zombi. Máté. Megint jön a izé. Alig maradtam életbe, gyorsan haza is megyek, mert teszek valamit. Mert alig maradtam életbe. Ez egyszer minden megtámadott 10-est folyamán. No. Így lesz. Ez a cucc. És itt lesz az enchantéből. Azt le is rakom, hogy itt lesz az enchantéből. És kérlek szépen körbeépítjük ilyen könyves polcokkal. És akkor tudunk majd enchantolni. De jó lesz! Ugye, Krisz? Igen, és ez mit ér? Mit ér az enchantolás? Mit ér, hogy el tudunk enchantolni? Krisztián, az enchantolás egy nagyon bűvöletes régi tudomány. Leszarom, csak azt tudom tudni, hogy mit ér az enchantolás. A bűvölés egy régi tudomány, amelyet a régi ősi suckala-muckala varázslók találtak ki a pecsőke toronyban. Jó, meghaltam. Jó, mégsem haltam meg, ez az. Ú, de ügyes vagyok! Te voltál már ilyen ügyes, mint én, Máté? Hát persze, fölösleges is volt megkérdezni, mert úgysem. Hát persze, fölösleges is volt megkérdezni, hát mert persze. Igen, na kimászik fel hamarabb. És ez mi a franc? Milyen hosszú ez a ház? Jaj. Én már, ez az, kérbe a szobámba hamarabb. Én, haha. Na. És kit érdekel? Máté, te nem mondod, hogy kiütötted innen a fákját, megőrült az ember. Hát, ez... Megőrült az ember. Én nem vagyok ember. Megőrült ez a ember, azt mondtam. De akkor valami jól. Rendszert találjunk már ki ennek a ládáknak. Igen, rendszert találjunk ki. Jó, akkor te lemész aludni a mocsokba. Én meg itt alszok a királyházba, jó? Na, az lesz a rendszer. Nem, ez nem így pedig, uram. Igen, nem felel meg a rendszer. Miért nem felel meg a rendszer? Ne lök már, lett őrült. Hát ez meg van hülyülve. Na aludjunk. Nézd meg, azt ott áll, hogy 6 darab csont a farmom körül. Ha. Örül. Na, aludjunk. Aludjunk. Ne. Miért aludjunk? Már volt egy compilation ebből, Krisztián, hagyjad békein engem. Én nem vagyok álmos. Várj, akkor megpróbálok elaltatni. Jó, gyere, Krisz, feküdj le. Oké, várjál. Feküdj le. Le kell vennem a fát. Ja, tényleg, igen, hogy kényelmes legyél. Jó, fölraktam azért, tök jó, nem? Nagyon jó. Na, oda feküdjél le aludni. Jó, na. Azt, amilyen messziről tudom nyomni. Ú, tényleg. Hú, de messziről lehet nyomni. Na, aludjál, és feküdjél le, én meg elaltatlak. Nyomjál ilyen esti zenét ott. Jó, na, feküdj le, és akkor nyomok esti zenét. Kösz. Ez így nem kongatja, ez szar. De szerintem lehet, hogy kongatja. Na, akkor nyomjál ilyen esti zenét. Jó. És akkor én meg alszok, jó? Na, elaltatjuk a Krisztiánt, srácok, jó? Csicsika, Krisztián, aludjál, mert ha nem alszol, akkor meghalsz, te nagyon rögtön aludjál, Krisztián, mert meghalsz, azt mondom. Na, mert... Úristen, besokkolt! Ez elég szar volt, úgyhogy most vége. Besokkolt a Krisztián, így nyitva volt a szemes. Na, reggel is van, mehetünk. Ez megőrült. Úristen, egész éjszaka nyomt ezt a borzasztó zenét, hát ez megvan őrület szemben. Na, látod, nem is tűnt egész éjszakának, mert elaludtál. Igazából aludtál, csak nem vetted észre. Sajnos nem aludtam. Na. Oké. Ez így jó is lesz. Ezt a ajtót visszarakjuk, és így igazából kés is van. Ezeket meg itt kicserélem stone-ra. Mik ezek a hangok?
ezek a hangok a legsötétebb hangok. Ilyen burmogó hangot hall. Burmogó. Na, itt már amúgy lehetne is enchantolni. Unbreaking 1, hát az nekem nem kell. Sharpness 1, hát ez meg van őrülve, mi ez? És mi az, hogy lehet enchantolni? És miből tudsz enchantolni? Van enchantos én miből külön? Tudok enchantolni? Az agyamból, mert én vagyok a szuper. Ja, ez nem is a Krisztián. Hát, azt hittem. Ez megőrült egy creeper. Mi van itt egy creeper? Hol? A nappalok? Nappalok közepén. Nem vettem fel a páncélom. Hehehe, csicska vagy. És úgy jöttem, hogy nem vettem fel a páncélom. Jaj, ne. Jaj. És valamit el is felejtettem. De ugye miért jöttem el? Otthonról. Ezt megkérdeztem esetleg. Nem tudom. De amúgy hogy állsz ezzel a béna, enchantos bénaságoddal, ha? Én tök jól állok. Igen. Várjál, megnézem, leellenőrzöm, jó? Jó, szakad, de várjál, még ott látlak, ott futol. Na, igen. Várjál, mindjárt lemegyek. Ez az nagyon futok. Hamarabb odaérek, mint te. Hát, én még nem is megyek. Csicska. Leesett. De nem halt meg, úgyhogy meg kell ölnöm. Megöllek, te macskos csontváz! Jól hallottam, hogy ez egy banya. Nem tudom, Máté, a lónak mit kell adni, hogy jó legyen? Mármint, hogy a tiéd legyen. Ja, nyerget, mi? Föl kell ülni a hátára, és hogyha megszeretett, akkor nyerget rá kell rakni. És hogy lehet nyerget? Így jobbakat? Azt csak találni lehet. Unbreaking 1. Így még nem rakok rá, még nincs Máté körülötte nyerget izé. Nyerget csak találni lehet. Nincs körülötte ez a szarság. Nyerget csak találni lehet, de van nyergünk. Ó, ez így nem jó. Áj, de jó, francba. Áj, mindig le kell mennem, mert föl kell jönnöm. El fog szédülni ettől a sok lemek följövéstől. Hol vagy? Én keresem a nyerget. Nyerget, benn van a ládában, miért kell neked nyereg? Találtál lovat magadnak? De jó, Krisztián talált lovat magának! Juhú! Na, és hol van a nyereg? Itt. Na. És odaadtad? Igen. Na, oké. Okay. Jaj, ne, mit akartam? Jaj, ezért. Követ. Mit kovácsoltál, uram? Krisztián. Mit kovácsolok? Ho, és meg itt is van egy nyereg, de jó, három nyergünk van. Igen, de honnan van nekünk egy nyerg? Ennyit találtunk. Én egyet horgáztam. Miért akarom mindig bányászásnak mondani a horgászást? Na. Nem tudom, mert kibányászod a vízből. Na, én egyszer horgáztam egy nyerget, hát megtaláltunk kettőt. Na, lemegyek, szaporítom az állatokat, azt is meg szerettem volna csinálni, illetve a izét is meg akartam volna csinálni. Azt a köves baromságot. Igen, na mindjárt meg lesz a lovam, és akkor úgy fogsz nézni, hogy csak úgy nézel majd. Hát azt elhiszem. Azt elhiszem, kedves barátom. Azt elhiszem. Ez így elég szar, úgyhogy szerintem ezt még majd át fogom csinálni, nem kőből lesz, hanem valami másból, de az is lehet, hogy így marad, mert lusta leszek megcsinálni. Na mindegy. Igen. És akkor ide kell... Kérlek szépen, 7x3 könyves polc. Az 21. Na, eltakarodtak innen a büdös izék. Büdös dögök. Ezek a... izék, azok a gonosz emberek. Na. Úgyhogy most már mehetünk tovább, bár most még zombi hangot hallok. Ja, mert szerintem a víz alatt van, jó. Várjál, Krisz, megyek veled! De ne gyere velem! Miért? Hagyjál engem békébe! Nézd meg, más se akarja, hogy vele menjek, ez az őrült. Hát, ezt komolyan mondom, megőrült ez a kölö. Na, kellene még könyves polc nékem. Mit csináljunk még ebben a videóban? Ja, megvetettem az állatokat. Elég gyorsan elkészültem ezzel az enchantos tévben. Hol nem tudom, hogy megszeret a ló, Máté. Hogy szívecskék mennek fölötte. Igen. Szerbusztok, állatok! Mi a helyzete, vagy életek? Gyere, Johncsi! Gyere, Pakcsi! És nem akar ledobni a hátáról, és nem tudok vele mozogni. Hello, Pali! Hello! Hogy kell leszni? Na, szépen kezdődnek itten
Ajzék, munkálatok már itt körbe-körbe. Szeretnék majd még ide egy karámot, és itt lesznek a tehenek, és itt lesznek a bárányok, és akkor a Jonathannak is csinálunk majd egy ilyen király kis istállót. Mikó szeret meg a ló, Máté, ho? Ne, nem, meg egyet lovagolni. Máté, mikó szeret meg a ló, mondtam, Máté. Hogy szívecskék repülnek fölött, tette be. Jó, de mit kell hozzá csinálni? Hát fel kell ülni a hátára, te őrült. Igen, de csak itt ülök, és nem történik semmi. Ledobál a hátáról? Hát először ledobált, és most meg már nem, hanem csak itt áll, és nem csinál. Akkor megnyomod az E betűt, és már megszeretette, őrült. Nem tudok kiugrani ezen a szarságon. Ja, és akkor nyerget kell tenni a hátára? Igen. Nem tudok kiugrani, miért vagyok ilyen béna? Yeah, kiugrottam, ez az. Na, megyek. Jonathan! Tényleg amúgy Jonathan nem lesz sokáig nagyon izé, mert szeretnék egy fehér lovat. Az jó lenne. Na, Jonathan, Krisztián, merre mentél? Megyek utána a Jonathannal. Mindjárt ott a háznál találkozunk. Az új lovammal! Hú-hú! Ez az! Juhú! Mindjárt ott leszek, nyugalom! Jó, ne, Jonathan, hát őrült! Úgy vágtatok, hogy így még senki se vágtatott ebben az életben. Jó! Ez az nyargaj, paci, nyargaj! Uhú! Ujjúj! Ezt nem mondod! Ezt nem mondod! Hogy ellopod előlem a fehér lovat! Ez az! Yeah! Ez az! Na, köszönsz a lovamnak! Mindjárt úgy köszönök a kardommal, bele hasítok a fejébe! Köszönsz a lovamnak! Ha? Gyere, köszönj a lovamnak! Ezt egy... Na, gyere! Köszönj a lovamnak! Oké. Hey, ne lopd már a lovamat! Te lopó! Te lopóka! Add vissza! Add vissza! Ne! Beakadtál! Beakadtál! Léged van! Leesek! Jó, na! Add vissza a lovam! Add vissza! Jimmy Jack! Gyere vissza! Jimmy Jack? Jimmy Jack! Silent Jimmy Jackről! És az a neve? Ez Jimmy az. Jack! Gyere Jimmy Jack! Elmegyünk kettő az őrülttől! Na! Gyere! Nyugalom! Jimmy Jack! Nyugalom! Nyugalom! Rendőrség! Hey, jó értem! Rendőrség! Jimmy Jack! Megszökünk! Megszökünk, cowboy! Én vagyok a sheriff! Meghal! Uram! Átugrottam a nagy gödrön! Jaj, hol van ez a barom? Jaj, ne ítél mögöttem! Jaj, ne! Meghal, uram! Ez a fokos kanyar! Ez az! Ez hülye! Megtámadott! Mondtam! Figyelmeztettem, uram! Na, nem számítottam, mi? Hát Jimmy Jack az olyan rendőrkanyart tud nyomatni, hogy ez hihetetlen. Igen! Nálam jobb rendőrkanyart senki nem tud! Gyerünk, Jimmy Jack, fölmegyünk színpadra. Ide nem jött fel, uram, ez privát terület. Ez mi? És megütti a Jimmy Jacket. Ez megőrült. Ja, Jimmy Jack, semmi baj. Hogy tudom meggyógyítani a Jimmy Jacket? Ugye már tényleg levette neki az életét. Jimmy Jacket, szénával, itt van, adok neked szénát. Igen. Ja, yeah. Hát majd... Jó, de meg ne üsd meg a Jimmy Jacket. Nem ütöm, nem. Nem szeretek nem lovakat szeretem. Bántani. Nem szeretek. Szerbusz, Jimmy Jack, megsimogatom. Szia, Jimmy Jack. Jimmy Jack. Jimmy Jack. Jaj, Jonathan és Jimmy Jack. Köszönjetek egymásnak, ismerkedjetek meg. Hogy vagytok? Jól vagy, Jonathan? Igen. Azt mondta, hogy igen, de jó neki. Adtál neki szélet? Jó van, Jimmy Jack. Nem, mert nincs. Jól vagy, adtál nekem? Aha. Hogy is kell? Hogy kell? Kontrolla? Nem. Aj, nem tudom. Ja, hát az... Ilyen ja, nem. Nem, mert föl. Fölül rá. Ott írja. Nekem ott írta. Hogy? Ja, de fölment az élete. Akkor na, szerintem jó. Adsz neki. Ja, akkor jó. Nem tudom. Mennyi szénát adtál nekem? 4-et? Aha. Na gyere utána. Akkor 3 van. Aha, akkor odaadja neki. Jó van. Gyere utána Jimmy Jack-kel. Gyerünk Jimmy Jack, nyargaljunk. Ez az. És akkor bezárjuk őket a karámba. Aha. Hú, te őrült bevezetsz a gödörbe. Akartad ölni Jimmy Jack-et? Ja! Nem tudtam átugrani. Gyerünk, én lovas vagy. Harc! Yeah! Gyerünk, Máté, figyeld! Oh my god! Vigyázz a sok izét! Vigyázz a sok creeperre! Jó.
Jimmy Jack-kel, de miért? De mit csinálsz, barom? Na, várja. Jimmy Jack! Ah. Ez nem, mi történt? Ez izé kell. Gyere, segíts, íjjász segítség kell. Jó, van három izém van. Jó, Jimmy Jack, maradj itt, mindjárt jövök vissza. Híjjá! Jaj, mellé lőttem, három nyit. Vigyázz, ott van melletted! Azt a profi mindeneme! Tehát én felrobbantott a fél világot. Megőrült? Semmi baj, semmi baj. Jól vagy? Jó van. Ez kircsivó. Jó vagy Jimmy. Jó vagy Jimmy. Na, és menjünk be a karámba, nézd. Így kell bemenni a karámba. Hoppá, várj, behozom Jimmy Jacket is. Jó, vidd be Jimmy, várjál, kinyitom neked. Nem kell kinyitni, mert csak kijönnek az állatok. Jó. De vigyázz, ma odaütöd a fejedet és meghalsz. Dehogy halok. Úristen! Ma megint itt van. Ej, Jimmy Jack, ez meg fiatal ez a ló, nem tudja nagyon ugrani. Igen? Na, jó van. Nem fájt nagyon, hogy beütötted? Nem fájt nagyon, hogy beütötted a fejed? Nem. Nem hiányzik a páncélod véletlenül? De. Eléggé hiányzik. Na, de akkor meg... Jimmy Jack, Jimmy Jack. Na, itt van Jimmy Jack és Jonathan. Nekem is kell egy fehér ló majd. Azért. De. Nem lehet. De lehet. Neked egy fehér ló lehet. Igen. És egy fehér ló az a Jimmy Jack. Igen. Jaj ne! Végem van! Megmentelek! Jó. Na. Kösz. Megmentettem a csicska életet háromszor is. És kimegy a bárány. Tudtam, hogy föl kellett volna ülnöm a toronyba. Hát, ezt nem tudom. Na. Ez az bejött. Most már megtanultam a ezeket nem lehet izélni. Szaporítani a lovakat. De szar. Na. Máté, adok egy ajándékot. Gyere fel a toronyba, ott megmutatom. Jó. Jó. Akkor azért nem lehet. Oké. Jó. És mi, mi az ajándék? Felvedd. Megölsz! Az az ajándékot, hogy megölsz! Melyért ugrasz le? Nem ugrottam le! És a válladban van egy nyílvesző. Ez a bizonyíték arra, hogy meg akarsz engem ölni. Máté, álljál már meg! Jó. Jó? Rendbe. Oké, na. Ó, köszönöm szépen, kedves. Kedves. Na. Megfelelő mennyiség, kedvességes barátom. Hát, elmenős, elmenős. Lemenő, felmenő, rokonság. Mit csinálsz? Azt, hogy itt van a fa mellett egy csicska creeper. Igen. Azt tudja, hogy nem megöl. Nem ölhet meg, mert túl ügyes vagyok. Hát, ott mondtam. Persze, azt is sistergeted a creepert, hogy megijesszél. Hát, ez megőrült komolyan. Gyorsan meneküljünk fel a házba, mert a Máté ránk hozza a bajt. Igen. Gyorsan. Aki előbb felül, az a király. Hát, úgy látszik, én vagyok a király. Hát, igen. De ne menj már meg! Meg akar ölni! Ez az én értem fel előbb! Yeah! Én értem fel előbb! Yeah! Én értem fel előbb! Igen, te érted fel előbb. Örült. Na, akkor mit is csináltunk ebben a részesen? Nincsen csákány. Mi történt az ancient csákánnyal? Meg akar halni, megint uram. Megint elfordult magadta az ancient csákány, és a Máté azt fogja mondani, hogy én voltam. Most és akkor most már mindig, hogyha elfordul magadta az ancient csákány, akkor én rettegjek. Mi? Most nekem folyamatosan rettegésbe kell élnem. Hozzá ne nyújj. Jaj, ne, ez nem elfordult magától! Meg azt hiszi, hogy én voltam! Ezt nem hiszem! Ja, és milyen fura, hogy mindig akkor fordul el magától, amikor ott vagy. Hát nem mindig. De igen. Na, Krisztián? Na nézd meg, most se vagyok ott például, nézzük meg, hogy most elfordult. Na, most is elfordul, de már megint megült, hát most bebizonyítottam, hogy nem csak akkor fordul el, mikor ott vagyok. Jó, ide fog felszereltetni három kamerát. És
hogyha bebizonyosul, hogy te egyszer is hozzányúltál, meghalsz. Hát én nem is voltam ott, amikor elfordult, nem kongott meg a harang a fejedben, ha? Nem kongott meg a harang de a fejedben? De ott volt, te őrült. Mennyi életed nem van? Nem is én vagyok az. Hát nagyon kevés, fél. Na, az pont elég arra, hogy egy ütéssel kinyírjalak. Ez megőrült. Ez megőrült, meg akar ölni! Áh! Csucska! Csucska, védj meg! Védj meg, látod, ide is nézett. Nem, elölök már a csucskát a fasz a helyéről, középről. Hát miért akarsz megölni? Nem akarná megölni, akkor most nem na, történt. Na, csucska, mennyi, harap meg. Dolgok. Na jó, gyors, nem, hagyd. Menekülj is, te! Hozzá ne nyúj! Én hallottam, hogy hozzányúltál! Ezért most halállal fogsz lakolni. Nem érdekel, most már meghaltál. Várjál, sütök egy kis húst. Te mit csinálsz, őrül? Én csütöm a húst, és megüt. Miért ütöget? Ha? Hozzáérsz az én csend... Na jó, az én csendcsákánynak most már valami izé helyet, szent helyet kell építenem, amiről a Krisztián nem tud. Mert mi van? Semmit nem csináltam. Mert ez nem játék, Krisztián. Egyszer se csináltam egy semmi se féle se dolgot se. Képzeld, hogy el, jó? Képzeld, hogy el. Most, hát ez nem igaz. Ma teljesen le vagyok terhevett a sok ütögetéstől. Le is fekszek egy kicsit pihenni. Nagyon durva volt. Megpróbálom kipihenni magam. Már tényleg szállnám, mert a somról úgy nehéz lélegezni. Leszállna meg a somról, hello! Mit csinálsz? Rendőrség, egy őrült van a házunkban! Már jönnek mondom, is. Rendőrség, gyorsabban jöjjenek! Rendőrség! Eszője! Meghalt ez az őrült! És most az összes cuccom össze-vissza lesz, és... És már 11-es szintű voltam, és ez meg megöl a semmiért. Nem is csináltam semmit. Krisztián, így jár az, aki hozzányúl. De milyen hozzányúl? A világ védelmezőjéhez! Semmihez nem nyúltam hozzá, őrült. Egyáltalán nem nyúltam hozzá. Semmi hozzányúlás nem történt semmihez. És akkor meg ez... Te megfogod és megölsz. Az elment, az arra nékezed is, ami volt. Én az én csendcsákán átszállítom. Hova? Hova szállítod? Átszállítatom. Átszállítatom egy biztonságos helyre, ahol a Krisztián nem mehet oda. Oda. De ez a legbiztonságosabb hely, ahol én oda mehetek, mert én nagyon-nagyon olyan hatalmam van, hogy legyőzhetetlen vagy. Hát ez az. Na, van 10 bőrű. Most azonnal add vissza. Mit adjak vissza? Az életedet? Nem. Itt az életed, várj. A páncélomat, add itt az életed. Most azonnal visszad a páncélodat. Ott az életed, egy még. Nagy darab szar. Milyen páncélodat? Most azonnal visszaadod a páncélomat, vagy véget ér az életed. Milyen na? Páncélodat? Mi az, hogy milyen páncélomat? Ami itt volt ezen a standeren. Hát nem az. Leraktad ide? Leraktam ide, és te megfogtad, és elloptad, és hallottam, hogy így kuncogtál az előbb, te kis tolvaj. Ez hülye. Ez hülye, ezt nagyon bénán mondtad, na, add csak vissza. Na jó, van, itt van te, bűnös csicska. Na jobb is, tudtam én. A kis hazug. Hazuda! Hazuda! Hazuda. Hazuda. Amúgy is egy rakás szart se ér. Igen. Aha, nézd itt van, ez többet ér. Biztos, hogy te abban ér rakásszart sem. Hogy nézel ki? Biztos, hogy te abban ér rakásszart sem ér. Igen, akkor hogy vagyok ilyen menő, mi? Hát nem tudom, de most tényleg menő vagy. Most ezt elismerem. Na, mondom én. Ú, de menő. Egy nem. Így a menő. Így nem. Így. Így se annyira, a nadrággal, így menő. Ez a legjobb, ja, ez a legjobb fashion, na? Ugye, hogy milyen jó? Na, figyeld, Máté. Nyomok is egy táncot, várja. Na, jó. Aha, elképesztő. Új divat. Amúgy mit csináltunk ebben a részben? Gyere, szerintem semmi. Mutasd meg az enchantos szobát, amúgy. Jó. Hogyha leengednél, te büdös kecicska. Te nem engedsz engem le. Igen.
Ne úgy lenged le. Voltál megalt, megalt, vagyis meg akar ölni. Na, utas, én érek be előz, aki erre bejön az enchantment szobába, az a bénaság. Jó van. Az az atom király! Nem te mondod, de kicsoda. Jó, persze. Na, itt és itt körbe lesz véve, itt lesz még izé. És minél több könyve van körbe véve, annál igen. Jobb. De azt hiszem csak kettő, nem kell három magas legyen, csak kettő. Szóval 7-14 darab könyves polc kell. Aha, és mi kell könyves polchoz? Ha? Könyv meg fa. És a könyvet pedig bőrből lehet csinálni, meg papírból. És a papírt, azt meg cukornádból? Igen, a cukornádból, és a bőrt, azt meg tehén. Legyilkolásból. Szóval akkor most nekünk... szóval akkor most nekünk minél több cukornádat és bőrt kell összeszednünk. Igazam van? Á, igazad van. Hát ez egy elég uncsi részlet, hogyha őszinte akarok lenni szerintem. De mindegy, azért elég sok minden történt. Hát a Jimmy Jack meglett. Hát meglett a Jimmy Jack. Nem is örülsz. De nekem is kell egy fehér ló, nem lophatod el tőlem a fehér lót. Nem lehet fehér lovad, mert a Jimmy Jack fehér ló. Jimmy Jack fehér ló. Ujj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 
tökéletes hát ember, megölöm magam! Öld is. Te is engem is megöltél, akkor magad is öljed meg. De hogy ölöm, de hogy ölöm. Mutasd, mit csináljunk ebben a részben, ha? Mutasd csak nyugodtan. Ez hülye. Ránk robbantja. Ezt nem mondod, hogy benn van külte. Megint ott. Várjál, majd kiszedem. Ja, de nincs nyilvesszőm se. Vagy de hogy nem? Van? Na jó, várjál, hát fölmegyek az asztalat, de megijedtem. Ez szét hidegült a hátam. A hideg jött rám, a hideg kirázott. Nyugi, megöltem, mert király vagyok. Na. Hogy ölted meg te? Hát volt három nyilvessző, és pont három nyilvessző kell belelőni, hogy meghalljon. Hát igen, elég. Az a három nyilvessző, amit én adtam oda? Mi van? Ja, semmi, csak hülye. Jól van. Nem tudom, szerintem menjünk el kalandozni Jimmy Jones-el és Jack-kel. Vagy mi? Igen. Jimmy Jack-kel és Jonathan-nal, bocsánat. Na. Tudod, mit csináljunk, Máté? Mit csinálsz az őrűt? Ja? Tudod, mit csináljunk szerintem? Menj oda a kerítéshez és nyom fel fúra a ugrást. Nem kell neki futni. Fúra az ugrást, engedd el és ugord el. Oh. Juhú, Jimmy Jack! Na. Szerintem menjünk el. Szeljük a szelet! Woo! Woo! Ez az! Juhú! Szerintem menjünk el és szedjünk a cukornádat, meg izéjét, nem? Meg bört. Meg bört, aha. Jó. Na srácok, elindulunk bört meg cukornádat szedni, valószínűleg nem fog végigmenni a videó. Vigyázz a vízbe, benne menj! Mert elsüllyed a lovat. Ja igen, én bementem. Itt menjünk át a keskeny részen. Jó. Jó. A Jimmy Jack az nagyon ügyes. A Jimmy Jack, na jó. Az szuper ügyes. Aha, aha. Ez mi ez? Medve morgás? Ez nem medve morgás volt? Hanem... Akkor mi? Elképesztő bánya hang. Na. Oh my god! Fehér lovak itt vannak, de közel vannak. Ja, tudom, itt voltak. Itt vannak Jimmy Jack, Jimmy Jack, Jimmy Jack testvérei. Ja, a testvérei. Szia Jimmy Jack, jó, itt a testvéreid, né? Ho-ho, nézd, hordörzsi mörzsit nyomnak, figyeld. Háj, Jonathan fejétől nem látok. Keresünk tehenet. Ez itt elég király, de kéne építeni majd egy nyaralót. Ja, lehet. Ja, ez elég jó az a hely. Oha, oda a sziklában ilyen ja, a sziklában ilyen erkély. Király, ja, ilyen erkélyes nyaralós cuccat. Hú, de zsíros az lenne, mi? Az mi? Az, ja, azok is lovak. Az ilyen félig fekete, félig fehér, nem? Félig fekete, félig fehér. De akkor neked kellett volna félig fekete, félig fehért. Én nekem meg fehér. Ott a kisló. De akkor csak lehet szaporítani a lovakat, ha van kisló, nem? Ja, de nem tudom, hogy hogy. Azt a mennyi csirke van itt, most nézem. Ó, a csirkefarm. Igen, és a csirkefarmod, amit csináltam hát, neked. De azt én nem tudom, hogy mit kell azzal csinálni.
Gyerünk, Máté, nézd, hogy leverem a csirkeket, és számold az időt, hogy milyen gyorsan verem le a csirkeket. Ez az. És tegyél rá valami izgalmas zenét, gyorsan. Ez az. Megölöm az összes csirkét. Úristen, micsoda verseny. Gyorsan, gyorsan. Még arra voltak csirkék, gyorsan. Futás, 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 futás. Futás, azt a kettőt kell még leölnöm. Menekül! Itt van. Jó, nem láttam. Mindegy. Na, most esetételig gyorsan menjünk vissza, mert meghalunk! Jimmy Jack, hol vagy? Jimmy! Itt a Jimmy! Itt a Jimmy! Most nézd meg a Jimmy Jack-kel! Jimmy Jack! Nem, nem ezt a Jimmy Jack-kel! Add vissza a Jimmy Jack-kel! Na jó, itt a csicska Jimmy Jack-kel, úgyis király, az Jonathan szatta jobb. Igen, aki hamarabb hazaér, az a király! Jó. És a Jimmy Jack az úgyis hamarabb hazaér, mert ő királyabb, mint te. Megy, mint a Bane a Jonathan. Ú, de megy a Jimmy, azt a rat, így lóg. Fák azért értem, Azaz, de a Jonathan az olyan superior, hogy átmegy a fákon. Wow! Ez az, mindjárt azért Jimmy Jack-kel, gyerünk! Nem érhetsz haza elő, Bane érek haza elő, oh my god! Jaj, nem, már teli vagy, mint szörnyel minden. Azaz, neked még át kell menni a folyón, nekem nem, haha. Ne! Megállítottak! Ó, amit? Jaj, ne! Ne! Jaj, ne! Gyerünk, verseny! Oh my god, ugord át! Azaz! Azaz, átugrottam! Átugrottam, azt szükkel kell, át! Kell, nem, hogy kell menni? Hogy kell kijönni a vízből? Hát... Jimmy Jack halottá vál. Jimmy, gyere! Gyere ki vízből, Jimmy! Ez az, ilyen! Na, kettő találsz, hogy ki van otthon. Úristen! A Máté direkt majdnem elsüllyedte. Igen. Hát igen, tudod mit? Én jaj, most teszem majd a lóba, nem is erre kell menni. Én itten szépen körbe megyek, igen. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Igen. Hi, hey, ho! Hi, hey, hi, ho! Ez az én értem haza előbb, yeah! De ügyes, igen, tudod, ki ért haza előbb? Az, aki meghal. Halállá válsz! Jaj, nem, már megint meg akar ölni, mert én értem előbb haza. Na jó van, én fölmegyek és itt hagyom a csicska Krisztiánt. Hát ezt komolyan mondom, nem hiszem. Na. Jó van, na. Amúgy Máté ma olyan rég fejeződött be úgy egy rész, hogy izé nem. Hogy nincs cliffhanger. Aha. Wow. Tényleg. Szóval, srácok, köszönjük szépen, hogy végignéztétek ezt az epizódot. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, és várjátok a következő Minecraft részt. Ezt a hármat csináljátok. Lájkoljátok, iratkozzatok fel, sőt, négy dolgot. Kommenteljetek 15-öt a videó alá. Aki 15-öt kommentel a videó alá, az nagyon ügyes. Ugye? Jó, elég. És várjátok a következő részt, ugyanis a következő részben lemegyünk a Netherbe.